Az entai középiskolások a Petőfi Sándor általános iskolában kezdték meg az órákat. A tanulók célja, hogy a szerb nyelvet minél jobban elsajátítsák, ezáltal pedig Szerbiában könnyebben tudják folytatni tanulmányaikat. Az alapokat az általános iskolában elsajátítottam, de mivel Szegeden tanultam tovább, ezért sok mindenki esett, és most szeretném ezt elveníteni. A tanfolyam ideje alatt szakképzett pedagógusok oktatják a diákokat. A felkészítő tanárok többsége már nem először vesz részt a kurzuson. Juhás Csontos Krisztina Szernyel tanár már harmadik alkalommal tanítja a középiskolásokat. Főleg a beszédkészség fejlesztése és a kommunikáció fejlesztése a kurzus célja, tehát hogy egyfajta bátorítást adjunk a gyerekeknek, hogy merjék használni a szervnyelvet. A Magyar Nemzeti Tanács az ösztöndíj program keretében már 2012 óta szervezi meg az intenzív nyelvi tanfolyamot. Ennek köszönhetően a szerbiai felsőoktatási intézményben felvételizők tudását magasabb szintre tudják emelni. Ebben az évben a harmadikos középiskolások a célcsoport. Két hétig intenzíven itt helyben tudnak a fiatalok előadásokat hallgatni, illetve tanulni, és utána egy hetet az Európa kollégiumban tudnak eltölteni. Egyrésztről ez azért is jó, mert megismerik a várost, megismerik egy picit az Európa kollégiumot. Talán megpróbáljuk őket még inkább odacsalogatni ezzel is, hogy ott folytassák majd a tanulmányaikat, de a lényeg az az, hogy utána egy oklevelet tudnak majd kapni. A tanfolyam lebonyolításában a Magyar Kanizsaik Nesu Oktatási és Művelődési Intézmény is részt vesz. A nyelvi képzések olyan tapasztalatot adtak az intézményünkkel, amire lehet építeni, és reméljük, hogy ezt a programot is teljes mértékben a Nemzeti Tanács elvárásainak megfelelően fogjuk megszervezni. Zenta mellett idén Adán, Szabadkán, Óbecsén, Topolyán, Temerinben és Magyar Kanizsán is megszervezik a szerb nyelvi képzést.